Az elmúlt szezonban várakozáson alul szerepelt az NB2-ben a Nyíregyháza Spartacus, így várható volt, hogy nem csak a játékos keretben lesznek változások a nyári szünetben. A klub pénteki sajtótájékoztatóján mutatkozott be az új sportszakmai ügyvezető, Elbert Gábor, aki elmondta, hogy egy 5 évre kidolgozott koncepció alapján új klubmodellt építenek a Sparinál. Ennek egyik első lépése, hogy július 1-től a klub égisze alá tartozik majd a Bozsik Akadémia. Magának a futballklubnak az irányítása két részből áll majd. A gazdasági ügyvezető szerepkörét Sipor Zoltán tölti majd be, tehát azért, hogy gazdaságilag, pénzügyileg minden kerek legyen és minden egyértelmű legyen, ezért ő felel majd. Sportszakmai irányítás az nekem jutott. Maga a klub az 3 lábon áll majd, az említett utánpótláson túl nyilván a profi futball az, ami a legizgalmasabb az emberek számára, és ami a munkánkat leginkább fémjelzi majd. Itt Szűcs Mihály lesz, illetve már április 1-től ő a sportigazgató, tehát igazgatásilag hozzátartozik a profi futball. A szakmai igazgató, tehát aki egyfajta szakmai biztonsági hátteret nyújt a stábnak, ő Bene Ferenc lesz. A vezetőedző személye pedig azt gondolom Nyíregyházán nem ismeretlen, hiszen legutóbbi bajnok, NB2-es bajnok csapatnak az edzője is Lucsánszki Tamás volt. A harmadik lába az pedig a női futball, amiben egy lépéssel az MLS elvása előtt járunk majd azzal, hogy az eddig meglévő, egy szerződéssel meglévő két utánpótlás csapat mellett a következő szezonban felnőtt női labdarúgó csapatunk is lesz az NB2-ben. Szűcs Mihály sportigazgató elmondta, hogy több labdarúgóval tárgyalnak, de egyelőre még csak ketten kötelezték el magukat a Spari mellett. Jelen pillanatban 2 játékos van, aki konkrétan érkezett, már is alá is írta a szerződését, ugye a Pap Máté és a Gajdos Zsolti. Ők mindketten olyan mentalitású játékosok, akikre még jövőbe is számítunk, és a jövőben is ugye ilyen mentalitású játékosokkal vettük fel a kapcsolatot. Reményem szerint ma délután is be tudunk jelenteni 2 újabb játékos érkezését, és folyamatosan mennek a tárgyalások, de folyamatosan tájékoztatni fogunk mindenkit arról, amikor aláírások kerül bárkivel a szerződés, hogy akkor új játékos érkezett a klubhoz. A Nyíregyháza Spartacus június 22-én kezdje el a felkészülést. A csapat július elején szlovéniai edzőtáborba utazik, ahol az orosz Anzsi Mahacskala, a grúz Dinamo Tbilisi, a szerb FC Cukaricki és az angol Luton Town ellen lépnek pályára Rudolf Gergelyék.